Mosolyogva rázta a gazdasági élet szereplőinek kezét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos gazdasági évnyitóján Orbán Viktor. Nem lesz választási költségvetés. A miniszterelnök azt ígérte, hogy nem fognak költekezni a választások előtt, és azt is, hogyha kormányon maradnak és sikerül megállítani a migrációt, jelentős gazdasági növekedés lehet az országban. Ha mindez sikerül, vagyis nem engedünk be migránst, megvédjük a kerítést és kitiltunk mindenkit, aki bevándorlás szervezéssel foglalkozik, akkor meg tudjuk csinálni azt, reális lehetőséget látok arra, hogy Magyarországon minden évben legyen 4%-os gazdasági növekedés. Orbán Viktor szerint a 4%-os gazdasági növekedés azt is jelenteni, hogy 2022-re elérhető az országban a teljes foglalkoztatottság, a következő kormányzati ciklusban minden évben emelhető a minimálbér, évente lehet nyugdíjemelés és tudnának nyugdíjprémiumot fizetni, megőrizhető a nők 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjazásának lehetősége, tovább emelkedhet a családi adókedvezmény összege, miközben a vállalkozások által fizetett munkaadói adóterheket is csökkenteni tudnák, sőt, azt szeretné, ha azok a térség országaihoz képest a legalacsonyabbak lennének. A miniszterelnök beszédében megdicsérte Varga Mihály gazdasági minisztert, Matolcsy György jegybankelnököt, Pintér Sándor belügy és Szijjártó Péter külügyminisztert is, majd arra is utalt, hogy a következő ciklusban Novák Katalin jelenlegi családügyi államtitkár akár nagyobb szerepet is kaphat. Majd meg fogják látni, hogy jelentősége van annak is, hogy úgy látom, hogy megtaláltuk azt a hölgyet Novák Katalin személyében, aki a demográfiai fordulathoz szükséges kormányzati politikát a következő években képes lesz összeilleszteni, és talán le is vezényelni. Talán már ez is elég ahhoz, hogy úgy érezzék, hogy nem jöttek hiába. Gyurcsány Ferenc szerint azonban hiába jók a gazdasági mutatók, ha az emberek közben rosszabbul élnek, mint korábban. Az a kérdés, hogy valóban előfordulhat, hogy fűtetlenül vannak iskolák. Az a kérdés, hogy valóban előfordul, hogy kórházak sürgősségi osztályán halnak meg betegek. Mit ér az ország özgazdagsága, ha az ország jelentős része nem jobban, hanem rosszabbul él? Annyit, hogy kevesek, például ők jobban élnek. Orbán Viktor azt is mondta, a következő ciklusban csak olyan gazdasági miniszterrel tudna együtt dolgozni, aki nem csak kettő, hanem mind a 4 évre vállalja, hogy 4%-os lesz a gazdasági növekedés.